Tamás Sándor háromgyermekes családapa, az NMDS háromszéki szervezetének elnöke, 2008-tól pedig a Kovász Nemegyei Tanács elnöke. Az elért sikerek azonban közel sem mondhatók véletlenszerűnek, hisz mögöttük egy jól megalapozott, céltudatos karrier áll. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, és már eközben aktívan részt vett a hazai politikai szerveződésekben. A jogi diploma megszerzése után Tőkés László református püspök az RMDS tiszteletbeli elnökének lesz közéleti tanácsadója. Ezt követi 12 év parlamenti képviselői munka, 3,5 évig a jogi, fegyelmi és mentelmi szakbizottságban, majd az utolsó fél évben a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szakbizottságban tevékenykedik. Mindezeket a tapasztalatokat sikeresen kamatoztatta a Kovászna megyei tanács elnökeként. Ezt mutatják a 4 év alatt elért eredmények. Először is a legfontosabb feladat az önkormányzatnak növelni az emberek életminőségét. Ebben az értelemben több mint 108 km utat építettünk az elmúlt 3 évben, 26 településen vizet vezettünk be, rendkívül fontos a kis településeken, és amikor megengedik a csapon, akkor folyik az iható ivóvíz. 36 településen pedig csatornáztunk. Ezek olyan életminőségjavító munkák, amelyek sok esetben nem látszolnak azonnal, viszont nagyon jól tudjuk, hogy egy közösség akkor tud erősödni, akkor érzi magát otthon, amikor olyan otthont lehet teremteni, hogy élhető körülményeket éljenek meg. Nyilván a munkát folytatni szeretnénk, de más területen is, így például az egészségügyi ellátásban 4 kórházat újítottunk fel az elmúlt években, több millió euróra vásároltunk orvosi műszereket, 19 mentőautó vagy tűzoltóautót sikerült vásárolnunk pályázatból vagy önrészből az elmúlt időszakban. Ezek mind-mind olyan beruházások, amelyek hosszú távon térülnek meg egy közösség életében. Ezen beruházások talán egyik leglátványosabbika a nem hivatalosan Székely autópályának nevezett 220 kilométeres útszakasz Kökös, Sepsiszentgyörgy, Csíkszered, a Gyergyószentmiklós és Szászrégen között. Tamás Sándor a projektet az elmúlt 20 év legnagyobb székelyföldi infrastrukturális beruházásának tartja, ami több mint 220 ezer euróba került. Mi itt Székely autópályának neveztük el a Kökös, Sepsiszentgyörgy, Csíkszered, a Gyergyószentmiklós, Szászrégen közötti 220 kilométeres útszakaszt. Én azt nyugodtan merem állítani, hogy az elmúlt 20 év legnagyobb székelyföldi infrastrukturális beruházása több mint 220 ezer euróba került. És nyilván, hogy nem egyik napról a másikra jött létre, vagy jövődött létre önmagától, hanem azért, mert következetesen feltétele volt a kormányzati szerepvállalásunknak az, hogy ezt az országutat meg kell építeni alapjaitól kezdve újjá kell építeni. És most érett be oda több éves kormányzati munkája a Magyar Demokrata Szövetségünknek, hogy a tavaly ősszel átadtuk a háromszéki 45 kilométeres szakaszt, és gőzerővel folyik most Hargita megyében is ennek a befejezése. Rendkívül fontos, mert először is infrastruktúra, úthálózat szükséges ahhoz, hogy vállalkozók, turisták egyre inkább jöjjenek Székelyföldre. Jó, kettősbe tesszük, jó? Tamás Sándor nevéhez fűződik a Székely Vágta megszervezése, ugyanis 2 évvel ezelőtt a Nemzeti Vágtán való részvétel után Antal Árpád polgármesterrel és Stakics Éva alpolgármesterrel közösen gondolták ki a Székely Vágta ötletét. Nyilván, hogy nem csak az infrastrukturális beruházásra fordítottunk az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt, hanem a közösségépítésre is. Tehát ilyen szempontból fontos, hogy meg tudjuk őrizni hagyományainkat. Hazahoztuk például Gábor Áron ágyúját, rendkívül büszkék vagyunk a Székely Vágtára. Tehát olyan közösségerősítő rendezvényeket sikerült tető alá hoznunk, amelyek egyrészt kiteljesítik azt az érzést, ami a székelyek szívében van. Mert nyilván mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy székelyek vagyunk. Csokolom, kezdet csokolom. A közösségépítő munka legelemibb része maga a kapcsolattartás a közösséggel. Elmegyünk egy jó gazdához, olyanhoz, akire a településen felnéznek, akinek van szava, aki jó gazda otthon is. Nézzük meg, hogy amióta nem jártunk itt, mi történt, vagy ahol nem jártunk. De hát olyan nem igen van, ahol nem jártam.
1997-ben szülőfalujában, Zágonban tovább tanulását segítő ösztöndíjat ajánlott fel olyan tanulók számára, akik kitűnő tanulmányi eredményeket értek el, és szociálisan hátrányos helyzetben élnek. A megyei önkormányzat elnökeként többször megfordult a megye 140 településén. Ivóvíz, na, az ivóvizet kéne megölni. Most így például a Saponnál folyik a víz. Igen, hát erről beszéltünk most éppen odalent. Este kéne fürödni, a mezőre hazaim. Igen, akkor az nehéz. Várunk 12-ig, hogyha 10-kor délkerülünk, és ez egy az ivóvíz, ez a fontosabb akarni. Igen. Ha meg tudna a kót. Tehát meg fogja nyerni azt a programot a község, amiről már régebb szó volt. Látogatóban Tamás Sándorral, epoktat be házról házra, meghallgatván és megoldásokat keresve az emberek problémáira. Az elkezdett projekteket, munkát tovább szeretné folytatni. Tudja, hogy a szavazatokat nem üres ígéretekkel kell kicsalni, hanem felhívva az emberek figyelmét a már elért sikerekre és a megoldásra váró problémákra. Az emberek elvárják, azt látom, hogy az emberek elvárják azt, hogy kampányban úgy viselkedjünk, mint választási kampányban. Viszont ez nem elég, tehát én azt érzem és azt is csináltam, hogy nem kampányszerűen kampányolunk, hanem úgy, ahogy eddig is értünk. Dolgoztunk, eredményeket értünk el, és most is a választási kampányban is pedig azt fogjuk mondani, hogy olyanok vagyunk, mint amilyen eredményeket eddig elértünk. Sokan tudnak szépen beszélni, mi a szép beszéd mellett tudunk építeni és dolgozni is.